Üdv mindenkinek, Scuderia vagyok, és innen a Space Engineersből jelentkezek. Ahogy ígértem, megpróbálom bepótolni a pénteki elmaradt epizódot, úgyhogy most valamikor a hétvégén ez kikerül, amit most rögzítek. Ezt szombaton veszem fel egyébként. A Nagy Farming Simulator 2017 multi előtt. Ja. Hol vagyok egyébként? Ja, itt az eleje a hajónak. Igen, és akit lehet kinyitni a felső. Most kinyitjuk a felső hangárt, hogy ki tudjak röppenni, meg megnézzük, hogy van-e nekünk, nem sok van, úgyhogy elmegyünk, tankolunk ilyen palackokat. Hogy legyen. Egy, meg még egy. Nem kell most, még jeget nem kell hoznunk, azért ez egy darabig még kitart. Szerencsére. Oké. Éjszaka van, mondanom sem kell, úgyhogy itt jó móka lesz. Na, tehát úgy tartottunk, hogy ezt a felét kell majd megcsinálni a hajónak, hogyha ment egyet a játék. Nézzük meg, hogy állunk kutyusokkal. Na, menjünk vadászunk kutyákra, akkor a szokott ütemezett dolgokkal kezdik. Nem tudom, miért akadozik, de ez mindig fölbosszant már az elején. Na. Nem találom el, alá kell lőni, vagy hova kell lőni ennek. Így meg el fogom találni, figyeld meg. Ja, így jó. Így jó, a célzott lövést nem bírom. Na most jó. Az is megvan. Jó, ezt megnézzük, mit dobott a kutyus. Ó, ez körbelőttem rendesen. 50 kompjúter volt nála, szuper. Meg lehetne nyúzni, vagy egyébként miért maradnak ott a tetemek? A végén még lehet bontani. Ó, magnézium. Ugyanban azt is elég jól hordják a kutyusok. Jó. Úgy látszik, ennyi volt, még ott kettő még ugribugrizik. Ó, ott is van egy barátja. 25 vaslemez, hol vagy? Innen hallom. Ó, ennél meg ezért volt, építelem, hol van? Ott vanni. Nézd, már nem tűnt el. Ezekben pedig el szoktak tűnni. Ezek ilyen számítógépes kutyák voltak. Többnyire. Na, másik az itt van. Abból elszedtem a javakat. El úgy látszik, hogy el. Ha csak nem egy másikat lőttem le, nagyon nem emlékszem. Jó, messzebbre nem megyünk, ezeket szedjük csak, oké. No. Tehát csinálhatnám a hajónak a túloldalán lévő szárnykiképzést is akár. Akár azt is csinálhatnám. De lehet, hogy inkább az egyik oldalát kéne kialakítani véglegesre. Chavez barátom megmondta, hogy ide raktam az ajtót, de a leszállásnál ez nem annyira problémás szerintem. Itt még azért le lehet szállni erre. Főleg, hogy ide rádokkol a hajó. Inkább az jobban aggaszt, hogy ezek a turettek majd leszedik az itt dokkoló hajókat. De hát mindegy, ez majd a jövő zenéje lesz. Itt hátul is lehet egy leszállót csinálni, egy komolyabbat, elvileg egy négyest. Direkt be lehet kötni abba. És akkor az úgy jól is fest egyébként, nem néz ki rosszul. Jó, hátrafele meg lehet bővíteni. Egyrészt még raktárral, vagy egyéb hasznos holmival. Na, amondó vagyok, hogy találjuk ki inkább a szárny kiképzést, az olyan mókásabb és jobb dolog, azzal fogok most szerintem bíbelődni, megpróbálok itt valami oldaldizájnt kialakítani, aztán majd azt alkalmasint letükrözöm a túloldalon. Jó, így van, akadj egy nagyot, ahogy kell, oké, na itt azt kihagyjuk, hát hogyha ezzel valamit tudok kezdeni majd. Jó, az ott igen jó lett. Így van, szedjük le azt is. Na, ez is azért volt, mert valamiért akadt egyet a játék, pont amikor oda vándoroltam. Most milyen elem van nálam? Elvégnyom a középső gombot, hogy ez nem segít rajta. Nem, mert akadt egy hatalmasat megint. Jó. Így. Jó, hát ez biztos. Ezt meghegesztettük, ezt is.
Ide majd valamit rakok, nem tudom még mit. De valamit majd rakok, mert olyan kicsit megtörjük ezt a izét. Arra gondoltam, hogy le kéne törjön itt egy, itt lefele tör majd a szárnya, mert az a jól néz ki. Így, ja, valahogy, nem tudom, hogy... De megpróbálom úgy letörni majd neki a szárnyát. Aztán elrejtjük ide valahogy ezeket a meghajtókat okosba. Azt mondja 9-es, ide is kéne egy ilyen, így. Ez meg a kisebbik, így. Azt mondja 2-2, de itt meg 3 van, úgyhogy még egyet ide berakunk szerintem. Hát felőlem lehet itt is. Hogy? Hogy? Jó. Egyébként ez így jó. Nekem tetszik ez így. Elfogyott a cuccom. Ebből azért van még, ja. Nekem főleg ilyenek kellenek most. Ó, oh, kezd reggeledni, ez jó hír. Még látunk is valamit. A dizájnból, ami kezd kialakulni. Jó. Oké, okay, ez így jó lesz. Van nekem lámpám egyébként. Azt mondja, hogy el. Ja, ez oké. Okay. Akkor van. Ezek szerint van. Jó, ez itt jön befele, az biztos. Hát ide mindenképp kell raknom valami dolgot, ilyen kockát, vagy ilyesmit, amivel egyáltalán tudok valamit csinálni, hogy lefele törjön ez a dolog. Azt mondja, hogy az hol is lesz a 8-ason. Jó, ez egy pont egy kocka, úgyhogy ez így jó lesz. Meg esetleg ide a végére is teszünk egyet, és akkor talán, hát így közéje is lehet. Esetleg a meghajtókat kihagyjuk. Hogy lehessen még betenni meghajtókat, vagy éppen azokat átszerelni ide fölülre, ha úgy hozza az élet. Nem tudom, hogy az ott... Hát majd valamit kezdünk vele. Egyelőre szerintem ezt is le kéne hegesztenem itt a sarkát, így van. Oké. Okay. Na most itt lefele kéne, hogy törjön a cucc elég jól. Így lejönne mondjuk egy idáig. Egy kisebb szögbe. És nem tudom, az alsó cuccot, ezt hogyan fogom oda behozni. De valamit majd kitalálunk. Hát itt két lehetőségünk van. Hát illetve nem kettő, csak hát nagyjából egy. Ebből kell kifaragjam. Ebbőlni. De itt mindenképp így letörjük egy kicsit a dolgot. Így. Így, az nagyon eltalált konstrukció lett. Ott kinézhetne ott a meghajtó egyébként, meg itt. De egyen lejjebb is kinézhetne. Sőt, játsszuk azt, hogy ott néz ki majd egyen lejjebb. És akkor ezt véghegeztem. Jó nehéz lesz a vas, az biztos. Tehát ezzel nincs is kétség efelől. Hát ez lehetne ilyen. Aztán gondolkodom, hogy ezt itt lefűrészelem, mennyire esik szét. Nagyon már nem. Jó. Ide kéne az a furcsa elem. Ha be lehet ide pattintani valahogy. Így be lehet. Megnézzük, hogy ezzel valami dizájnt érek el, hogyha így fejezem be itt. Azzal mondjuk nem. Korábban elvileg be lehetne fejezni, na mindjárt megnézzük, ide rakok egy ilyen kis háromszöget, ezt. Jó. Hát ezzel is lehetne valamit csinálni, nem tudom mit, de valamit lehetne igazán. Jó, egyelőre nem csinálok vele semmit, mert nincs ötletem, hogy őszinte legyek. Na mindegy, ide rakunk megint egy 8-ast. Az ez. Meg ide is, meg ide is. Hogyha ment egyet, így van. Meg még egyet is csinál valamit, még dolgozott rajt. Jó. És elfogyott, vagy valami történt. Nem, megint volt egy hatalmas akadás. A mentés után két hatalmas akadásunk van valamiért. Az jó dolog. Na. Hát tegyük akkor ide egy ilyen picit. Vagy nem tudom.
Letörhetünk ilyenbe is, elvileg. És ide meg egy 9-est alá pattint csak. Megnézzük, hogy ez mennyire néz ki bután. Összességében annyira nem. Innen nézve meg kimondottan nem néz ki a hülyén talán. Ha ezzel mindegy, megnézzük, hogy ez hogy alakul. Hogyha így tovább visszük ezt a dizájnt, aztán kiderül, rögvest a dolog. Gyere, rájövök, hogy hogyan forgassam be. Így. Jó, ez egy hosszabb folyamat lesz. Oké. Oda fér egy, meg ide kell majd beforgatnom ügyesen, okosan, így. Ott ki tud fújni a meghajtó. Ami jó dolog. Lassan lesz egy hatalmas mentésünk mindjárt. Addig be kéne fejednem a hegesztést. Ó, nagyszerű, jó. Jó, ez így jó. Ott aztán mit láttál, barátom? Na, mindegy is mit látott. Itt kéne lefele jönnünk valami dizájnnal. Mondjuk ide rakok egy ilyen... Hát, hogy szemből valahogy kinézzen, főleg úgy kéne megoldani a dolgot. Na, mondjuk ez nem biztos, hogy az a mód, amelyikkel valahogy kinéz, de hát mindegy. Az jó hír, vagy hát nem annyira, de hát most mindegy. Onnan jönnek, jó. Hát ezekre lőni fognak a srácok mindjárt. Mindjárt kiszúrja. Barátunk. Na? Vagy nem? De most már kiszúrta. Csak azokra aztán tényleg fölösleges lövöldözni. Na, nézzük, mit lehet ebből kihozni. Vagy így kéne lejönni, ahogy ez van, csak nem tudom, hogy tudom befejezni, várjál. Ide rakok egy ilyet, így. Nem. Ez így nem jó. Nem jó ez így, nem. Az a furcsa elem, ezt ide be lehetne passzítani valahogy, így elvileg be lehetne ide, aha. Nem tudom, hogy adja ez itt magát, de hát főleg nem jól. Ide viszont lehet, hogy ezt kell beraknom, ezt. Így, ha így rakom, ez nagyon hülyén néz ki, hadd nézzelek, barátom. Ide is rakok egy ilyet, így. És ide pedig... Ide azt a kicsit, valahogy beforgatva, így. Így, ez mennyire néz ki hülyén. Na nézzük, meghegesztjük, aztán megnézzük jól. Ja, még azt kéne, hát ez nem olyan ronda. Nem tudom, hogy reprodukálom a túloldalon, de ez nem olyan ronda. Jó. Igen, ezzel lehet együtt élni. Szerintem csak ezt kell itt fölhúznom arrafele valahogy, vagy egyszerűen csak lezárnom. Egyszerűen csak le kell zárnom ott, ja. Hát... Viszont ilyen alapon akkor lehetne már ez normális kinézetű ilyen séjelemekkel meg tűzdelt valami. Mert innen meg így hülyén néz ki, nem, hogy ott kilóg. Bár itt hátul is meg tudom csinálni. Hát, végül is lehet ilyen. Szemből nem néz ki rosszul. Csak ezzel kéne valamit kezdeni itt. Szerintem ezt itt be kéne itt szűkíteni, és akkor már is kicsit jobban néz neki a dolog. Vagy ezt lejjebb kellett volna vinnem. Ez itt a kérdés. Na mindegy, ezzel faragunk valamit itt.
Jó, ezt itt mindenképp levágjuk az elejéről. Jó, ez ide biztos, hogy nem kell, azt tuti. Ez a sarokelem, sem hiszem, hogy kell. Az sem kell oda, nem ám. Jó. Az mondjuk ott nem árt, ha van. De itt már befordulhatunk. Ez most meg van hegeszt, vagy ennek nincs baja? Nincs baja. Szuper. Jó. Jó, ezt én nem bántanám. Elvileg. Az maradjon inkább. Azt mondom, hogy inkább itt össze kéne kötni. A belsővel. Belső cuccal. Ezt itt. 8-assal. Ezzel és ezzel így. Oké. Jó, és szerintem azt ott lezárom. Azt ott lezárom mindenképpen. Ezt itt levágjuk még. És ide mehet akkor egy teljesen ilyen lapos elem. Ahogy meg oda is. És akkor ez ilyen séjjen ide becsap hátra, és lehet, hogy ezzel azért nem néz ki a hülyén. Oké. Okay. Meg itt is lezárom ezt a cuccot. Ugyanezekkel. Így, és így. Jó, de nem tudom, hogy be lehet-e jutni. És igen, érdekel. Viszont akkor így le van zárva ez a rész. Mi a francot lőttél ott, barátom? Jó. Jó. Hát szemből nem tudom, hogy mennyire néz ki jól oldalról ilyen. Hát ez zavaró ez a izé, ezt szerintem levágom és átalakítom. Remélem hullik szét. Jó, így jó. Ezekre is mennek a 8-asok szerintem. Csak akkor mondjuk nem lesz olyan jellegű a dolog, hogy... Hogy... Na mindegy, itt ezt mindenképpen így oldjuk meg. Így. Hát... Jó, ezen még agyalunk, ezt mindenképp befordítjuk. Így, meg ezt is. Jó, meg itt is akkor forgatunk, addig, amíg jó nem lesz. Egy kb. Jó. Oké. Okay. Oké, okay, ez eddig jó. Ez is jó. Ez is jó. Jó. Oké. Okay. Oké. Na, azon agyalok még, hogy ezt itt nem kéne fölvinni, de lehet, hogy föl kéne vinni. Meg kell próbálnom fölvinni ezt itt ilyen sréjen. Itt rakjunk egy 8-ast, csak úgy próbaképpen. Hogyha ide rakok egy ilyet, és elől is megpróbálom ezt lekövetni, akkor lehet, hogy jobban fog kinézni ez a cucc. Ide viszont... Ezt nem tudom, hogy ide tudok-e olyat rakni egyébként, hogyha ment egyet a srác, akkor kiderül. Jó, hát... És hogyha az egészet... Az egészet úgy oldanám meg, hogy ott is fölfele jön. Oké, okay, ugye tankolok akkor egyet. Meg fogok betalálni itt az ajtón, oké. Okay. Aztán közben gondolkodunk, hogy is kívülről meg tudjuk nézni, mert jó idő van. Na, ments egy jót, hogy lássam a hajót. Jó. Lehet, hogy föl kéne, hogy menni alulról egészen odáig. Még egy kicsit lejjebb törjem azt a szárnyat. Vagy az is jó lenne, hogyha kijebb jönnék azzal a nyavajával, tehát kijönne a szárny egészen elé. Ja, azt megpróbáljuk. Hogyha föltöltődött a mókus, oké. Okay.
Megyünk, nézzük meg, akkor tegyünk a palackunkba is, nehogy aztán valami bajunk legyen. Oké, kell is, ahogy látom. Miből van 99? Azért, hogy jó. Téged is tankoljunk fel, hogy jó. Na, most király. Így van, le kell fejelni, ahogy kell. Nagyszerű. Na, igen, ezt kellett lefűrészelnem, és ne forduljon be így. Itt még nem fog befordulni, és akkor jobban fog kinézni. Jó. Jó, és szerintem azt csináljuk, hogy kihozzuk egészen eddig a cuccot. Ez ilyen pepecsmeló, de most talán kitalálom a tutit, és akkor utána már jók vagyunk belőle. Jó, ez mindenképpen. Jó, ez így jó. Sőt, innen már lehet csinálni ilyen trükköt, hogy innen ellen visszük ezt a holmit így. És akkor meg lesz ez az alakja neki. Ja, az ott nem is tudom miért ilyen furcsa az a része. Hogy ide minek ezek a fajta holmik. Na várjunk. Ide is rakunk ilyen 8-ast. Egy. Ezt nem tudom, hogy ki lehet-e vágni, de nem hiszem. Ez elég vékonka lesz. Ja, szerintem itt elszúrtam. Opa! Ezt még, ha lefűrészelem, meg ezt, talán nem hullik szét. Ide rakjunk kockákat. Így, és akkor ilyen vastagabb szárnyal operálunk. Ne fúvák szét. Így, jó, most jó lesz, érzem, hogy most lesz jó, az ott... Hát, az ott annyira még nem is indokolt, várjunk csak. Jó, te mit csinálsz itt, barátom? Jó, te lejöhetsz innen, minek vagy itt, ugye vár. Ide rakunk egy 8-as kockát. Egy. Oké. Ide mehet be a... Nem tudom, ide még egyelőre nem rakunk semmit talán. Na, akkor ide lehetne berakni a 8-asból ezt. Hát végig oda is így van. Aztán majd valamit faragunk belőle. Na, akadj egy nagyot, jó. Oké. Jó. Ja, azért ez a vastagabb szárny, ez mindenképpen ütősebb kinézetet kölcsönöz neki. Jó. Mi a retek van? Oké. Te jó ég. Na. Azt mondja, 9-esből az a lapos, ez. Ez nem fére el így nekem. Nem így, hanem meg így se, hanem így. Hogy ez mit csinálna? Ha ide rakok egy ilyet, ez hülyén néz ki. Hát nem picit. Nem picit néz ki hülyén, hanem egész komolyan. De nem is annyira néz ki hülyén, hogy ide rakok egy 9-est, ezt így, akkor itt valamit lehetne csinálni, hogy ez így kinézzen valahogy. Kocka, hogy... Megnézzük, lehet, hogy át kell az egészet teljesen szerkesztenem, de... Ja, így jobb lesz ez. Jobb lesz ez, csak nem tudom, hogyan találkozunk ezzel a panellal. Lehet, hogy itt meg kell, hogy törjem. Oké, ments egyet, és akkor itt pedig valahogy ezt lezárjuk ilyen. Hát. Az a baj, hogy nem sok lehetőségem van. De majdnem ilyen kockákat kéne, hogy rakjak. Így. Nem biztos, hogy rosszul néz ki így.
az így elég jó. Szerintem elég szigorú így a kinézete. Az maradhat, és egy kicsit még lejjebb viszem ezt a szárnyat. Az ott aláfordul valamennyire, nem tudom mennyire tudom azt ott aláfordítani, de kb. Ennyire szerintem tovább nem, mint ahogy most áll. Ide majdnem, hogy kell raknom egy kockát, meg még egy kockát, és akkor hát... Ha itt lehegeztem, ez mennyire néz ki hülyén, az a kérdés. Az a kérdés csak. De annyira nem vészes. Na mindjárt ezzel még csinálok valamit. Azt mondja, hogy 8-as, háromszög. Jó, hogy ebből is kettőt kell csinálni, mert így aztán jól megbonyolítottam a dolgot. Hát ezt nem biztos, hogy így be kéne zárnom, még kell ide egy ilyen. És akkor ide... Oda pedig egy lapos, vagy így hagyjuk így. Nem tudom. Ide 9-esből kérek egy ilyen laposat, akkor az mit eredményez? Ide meg mondjuk rádobjuk ezt. Így. Hát itt már csak azt tudom csinálni, hogy ide berakom ezt és megforgatom így. Ez így összeszűkül, de nem tudom, hogy néz ki. Ó, nincs elég ilyen lapocskám, keressünk. Jó, hát ez nem sok, úgyhogy bennünk kell gyártatni. Ez kemény. A srácok dolgoznak, az a lényeg. Rá kell majd néznem azért is, hogy van-e megfelelő mennyiségű töltény bennük. Mi van? Mivel kell ez a konvejor? Rossz helyen nézegetem. Miért nem nyitja ki az F? Ó, itt van bőve, jó. Akkor nem kell gyártani még. Szép munka, legyaktátok, látom. Oké. Na, hát akkor ez lenne a szárnya, de nem olyan rossz ez így. Jó, én elfogadom, nekem ez így tetszik. Itt ez így befordult, jó, ott meg nem tudom mi van, de ezt itt szerintem... Az nem érdekel, 8-as. Nem ilyen, hanem totál kocek kéne, így. Megnézzük hát, ha megtalálom, hogy ez beleesett a textúrába kb. Nem? Ja, jó. Akkor nincs meg, nem lesz már meg soha. Oké. Okay. Jó, az így szuper. Hát itt más nem fogok tenni, ez ilyen lesz. Ilyen lesz, annyi, hogy itt végigmegyünk ezzel a sréc utccal. Is, ha tudok. Nem tudom. Remélem nem lesz ebből galiba. 8-as. Márhogy nem burul itt össze valami, de mindegy. Kísérletezünk, aztán meglátjuk. Jó, ez így rendben van. Ezt is megkaljuk ki. Kiváltani. Ha valamit kéne csinálnom, mert megtelik az inventorim folyamat. Jó, akkor még valamit itt. Ja, ide végigrakjuk kockával, és akkor annyit csak elhegeztek. Vagy hát ha nem is végig, de egy-kettőt berakunk így. Jó. Oké. Jó. 9-es. És a picit kell itt beforgatnunk ügyesen. Ezt. Oda, meg oda is. Jó. Ezt is véghegeztem. Lehet itt valamit belerakunk majd, hogy valahogy kinézzen. Azon gondolkodtam, hogyha itt megtörjük egy ilyen kis kiugróval, hogy ez földobná-e. Mindjárt nézzük. Arra gondoltam, mindjárt ezt itt végrakom, így, 9-es, nagy, ez az, hogy állunk időbe, jó, még jók vagyunk,
live előtt el kell húznom, ami a videó felvétel után hát egy olyan jó 20 perc múlva. Ja nem 20 perc múlva. Amikor is kezdődik? Körülbelül egy olyan gyenge 50 perc múlva kell, vagy erős 50 perc múlva kezdődik. Még el kell mennem valahova előtte. Én összetorlódtak a programjaim sajnos. De holnap elvileg ugye vasárnap lesz, ezt nem tudom mikor rakom ki, de az vasárnap lesz 8-a. Akkor ha úgy alakul, akkor megpróbálok többször is majd jelentkezni valamivel. Aztán meglátjuk. Jó, ezeket megkezdtem, és akkor arra gondoltam, hogy ide valami kis trükkös megoldással ilyen háromszögeket fogok berakni. Ilyesmit, és akkor ez egy kicsit így megtöri a dizájnt. Jó, oda is rakunk egyet, az is jól lett oda. Nem tudom, hogy ez földobja-e, vagy inkább ront rajta. De talán ez inkább feldobja. És a szárnyat azt úgy kéne csinálni, hogy hátrafelé is ugyanakkora legyen kb. Úgyhogy... valahogy ez így lesz. Ja, összességében nem néz ki rosszul szerintem szemből. Nem tudom, hogy a véleményetek. De nekem annyira nem bántja a szemet. Egész kis pofás lett a cucc. Ja. Jó, errefele elviszem akkor még két egységet, mindenképp. Azt meg is tesszük, hogy akkor ez a szárny ez legyen kb. Meg. Ja, és akkor ilyen merő szárny lesz ez a fele. Ja, ide jöhet akkor a 9-es. Nek a kisebb tesója ez. Hogy? Ide meg a másik, jó, ide meg a nagyobbik tesód mehet, ja. Hogy jó. Na ez ha meg lesz, akkor legalább oldalnézetből látjuk a teljes valójában, amit úgy kitaláltam. Reméljük, hogy a két meghajtó elég lesz oda. Jó, kb. Így néz ki oldalról. Jó, szerintem ez nem néz ki rosszul, nem néz ki így rosszul. Semmiképp. Lehet, hogy ide is lehet valami trükköt csinálni, hogy kinyúlhatnának ide. Mindjárt ezt is megnézzük. Jönnek elő az ötleteim. Azt mondja, hogy egy 9-es. Egy. Hogy? Hát ide is valahogy így kéne, csak mindjárt rájövök, hogy hogyan kell pörgetni. Így. Csak erre kéne egy kisebb ilyen. Így. Na nézzük meg, ez milyen lett. Várjuk meg, amíg ment egy nagyot. Oké. Okay. Na, szerintem ez is föl fogja dobni. Mert megnézem, hogy jó helyre raktam ezeket a szemöldököket. Tényleg ott fújja ki a... Jaj, ott fúj ki, oké. És lehet, hogy kiebb hozzuk a meghajtókat is. Jó, szerintem ez így marad, mert így jobban néz ki. Egy kicsit megtöri a szárnynak a dolgait. Mindenképpen. Hátrafelé is akkor egy kicsit növeljük majd ezt a részt. Ezt itt befejezzük, ezt a részt itt hátul, ugyanúgy a szárnyat megrajzoljuk, és akkor a meghajtók azok itt kifele jönnek majd. Ezzel a dizájnnal. Ja, akkor ezt is még bepakolom. Na ez egy kalandos dolog lesz, egyébként ezt lehet tükrözni, nem egyszerű, mert elég bonyi lett a szárny. De majd megpróbálom úgy nagyjából szimmetrikusra összehozni. Jó, az képest, hogy egy kicsi hajót akartam. Hát így nem sikerült. De nem tettem le róla, hogy lesz falba vájt bázisom. Csak most olyan nagy volumenű tervek vannak a fejemben, hogy ez is be tudjon parkolni oda. Szóval nem kicsi fúrás néz ki. Jó, akkor most csak a szélét fogom megcsinálni, mert ott belül ott nem feltétlen kell, hogy itt ezek a dolgok meglegyenek. Ide kellenek kockák, az biztos. Oda nem annyira talán, de ide mondjuk kelleni fog. Illetve nem, ide lehet rakni ilyen háromszöget is. Gondolom, miért is ne raknánk ilyet. Ezt itt le lehet így burkolni vele. Ezt, hát ezt kidobjuk innen. Vélhetően nem esik le a szárny ettől. Te kifújsz ott, ugye? Jó, ott a nyílásod, oké. Okay. Jó.
Hát, szó-szó. Itt mondjuk összeköthetném egyfajta ilyen modulként, ezt így össze lehetne kötni, hogy itt lesz egy ilyen bekötés ennek a dolognak, mert miért ne. Az ott befordulhat, azzal nincs baj, ezt meghegesztjük. A szárnyvastagságot itt is meg akarom nézni, hogy hogy néz ki, úgyhogy ezt mindenképp meg kéne csinálni. Ó, ott van egy ilyen kósza cucc. Jó. Na most akkor itt alul csak egy ilyen van, egy 9-esnek a társa. Ez kéne vagy ide beforgatnom. Nem így, hanem így. Ja, és akkor ide meg mit tettem? Ide kockát tettem a 8-asból, ezt. És ide meg már mehet a simán a lapocska, vagy ez a srépanel, így. Így, és akkor így rajzolódik ki a szárny igazából. Úgy. Hát gondolom oda is, nem tudom, azt majd mindjárt nézzük. Hátul is majd valamit még dizájnolunk rajta, hogy jobban nézzen ki. És mondom, hogy így lehet, hogy kiebb hozzuk majd a meghajtókat is. Így, jó. Ja, szerintem ez így elég jó. Ott összeszűkült, itt is csináltam ilyen csúnyaságot. Nem, ott viszont befordult a dolog, úgyhogy ezzel mindjárt egy kicsit még gondolkodám. Szerintem kb. Addig gondolkodom, hogy itt ide egy ilyen 9-es izét teszünk. Sőt, hagyjunk csak is, hogy kijönnénk teljesen. Nem, azt nem tehetjük. Rakjunk ide 9-est egyelőre, ilyet. Hogy is van? Hát így nem rakhatom. Így rakhatom, így. Ja, így. Jó, és amikor elfogy, akkor fogok majd vele operálni, csak... Ja, így jó. Jó, akkor ez lesz a hátsó dizájn, és akkor itt föl jön egészen a mennyezetig, és akkor itt kialakítjuk a hátsó dokkot, meg ilyesmiket. Ja, ez jó. És itt lesz egy hátul egy komolyabb leszálló hely, mert az össze fog jönni ide mindenképpen. Oké. Okay. Szerintem ez egész jó lett így. Ez egész jó lett így, azt kell, hogy mondjam. Az ott kilóg az a torony. Jobban ezt, vagy hát se jobban, se rosszabbul nem lehet ezt így megcsinálni, tehát ez így lesz jó. Ja, nem, ezt nem tudom másképp megoldani. És azon gondolkodom, hogy hogyan tudnám befoglalni azokat a cuccokat, de igazából nem nagyon másképpen nem tudom megcsinálni, sajnos. Mindenképp ez így marad már. Ja, jó. De nincs is ezzel gond, ez jó, ez így. Ja, oké. Okay. Még egy valamit itt meg akarok nézni. Ha előre rakok ilyen szemöldököt még, ez elrontja-e, vagy hozzátesz? Ja, ez szigorúbb lett, szerintem inkább, mint hogy elrontottam volna, úgyhogy ez jó lesz ott. Az jó lesz ott. Ide még megnézzük a kis háromszöget. Csak úgy berakva. Ja, várjunk csak, ott itt egy ilyen felül, nem, ez is jó, ha valahogy kinéz. Ilyenből meg van a túloldalon is egy. Ja, nincs a túloldalon, de... Ja. Ja, de ez így jó. Ja, ez így jó. Olyan, mint egy kis szárnyak lennének rajta. Jó lesz ez, jó lesz ez. Nekem ez így tetszik. Megnézzük azért rajzével is a záróelemmel. Zárásképpen. Az pedig ez. Lehet, hogy ez lesz a befutó. Hát, kicsit talán letisztultabb. Legyen ez. Legyen ez. Jó. Oké. Okay. Ezen gondolkodom még, hogy itt hogyan lehetne ezzel trükközni. Hogyha 9-essel ide rakok egy picit. Egy ilyen elemet. Így. És mondjuk lehegeztem. Önmagában sem rossz ez így, egyébként. Ez önmagában sem annyira rossz. Mert itt végig lehetne akkor így lemezzel is rakni. Ezt a modul sort ígyni. És akkor tetét is le lehetne burkolni.
Jó, ott mondjuk nem tudok mit csinálni, sajnos. Az így nem jó, mert ezzel nem tudok mit csinálni. De attól függetlenül az még maradhat így. Sőt, az maradhat is így. Az így jó is. Nekem tetszik, hogy le van burkolva, egy kicsit le van védve azon a felén. Oké, itt meg följövök úgyis valamivel, nem tudom mivel. Lehet, hogy itt mehet ez a cucc végig. Most ezzel meg vagyok lőve, mert ha itt följönne ez a cucc erre fel, akkor be lehetne fordulni úgy. Csak ez nem néz ki rosszul, hogy ott olyan. És nem pedig len ilyen. Az oldalról mindenképpen hozzátesz. Ja. Jó, azt nem bántjuk. Itt ki fog lógni ez a modul. Aztán valahogy így majd itt még lehet, hogy befordulunk. Lehet, hogy itt átkötök egy elemmel errefele valahogy. Nem tudom, hogy mondjuk, hogy ide rakok egy 9-est. Nem tudom, hogyan néz neki ez jobban. Egy ilyen nagy 9-es ilyen. Így, mondjuk. És rakok rá fordítva egy másikat. Nem így, hanem... Nem is ilyet, hanem egy 8-asból a háromszöget, ezt így. És ide rakok le egy 9-esnek a barátját, mondjuk ezt. Ezt mondjuk csak úgy tudom megcsinálni, hogyha ide hozom ezzel. Egy. Né. Nézzük meg ez milyen. Mennyire randa design. Jó, és akkor ide be tudok kötni egy lapossal. Egy lapos 9-essel. Így. Na. Annyira nem gáz, csak ugye nem lehet jól megcsinálni a szélét, az a baj ezzel. Ugye ezt hiába csináltam most így meg, nem tudom megcsinálni szépre a szélét általa. Hát igen. Igen, ezzel az a baj. Ha ezt itt lefűrészelem, az meg összeborul. Kezd a ruhám, feladni a ruhám. Gyorsan még azért megnézzük a lapokat. Sőt, várjunk csak. Mi lenne, ha itt lennének a napelemek? Ja, itt lehetnének napelemek. Lehet, hogy erre fogom rápattintani a napelemeket, és akkor letakarja. És akkor talán itt oldalt maradhat ilyen design elem. Talán. Akár. Na mindegy. Akkor ezen még majd agyalunk, de ide jöhetnek a napelemek, az biztos ezen a részen. Jó, tehát akkor ilyen lesz a szárnya, a túloldalon is megcsinálom ezt. A meghajtókat lehet, hogy kijebb hozzuk egy kicsit. Itt tudom én egy két egységet, hogy itt pihenjenek kint, ne ott bent a mélyén. Aztán utána már jók vagyunk, akkor ez mi ez itt? Ezt elvileg ki lehet flexelni, és ide is rakhatok egy ilyen... Mit is? 8-asnak az ilyenjét. Valahogy így. Ja, így. Téged is levághatlak vajon? Hát... Nem tudom, hogy levághatom-e őt, de szerintem le. Lehet, csak ide akármit azért nem rakhatok be, mondjuk rakhatunk egy ilyen, bár de miért ne, berakhatok ide is egy, rakjunk be akkor ide is egy ilyet, így, és akkor levágjuk a szélét is, és ide meg rakunk egy háromszöget, és akkor mindenki boldog lesz, nem hullott szét elemeire, nagyszerű hír, sőt, akkor ide is rakunk ilyent, egy, jó, az ott furi, de ezt itt kivághatjuk szerintem. Sakatunk ide egy 8-est. Igen, ide rakunk is egy 8-as kockát. Egy. És még bemehetek mögéje ott kötözgetni, de azért mégis valahogy kinéz. Jó. Oké, hát akkor ez lesz az új design. Megnézzük szemből nappal a harcost. Szerintem szigorúbb lett egy kicsit így az eleje ezzel a design. A másik oldalon is megcsináljuk ezt a szárnyrendszert, és akkor egész király lesz a
kinézete neki. Oda még lehet elrejteni lefele fújó hajtóműveket is, ha esetleg kevés lenne a tolóerő, de mindegy, és mindegy is, azzal annyira nem akarok most így bíbelődni, ez így jó lesz. Jó lesz ez. Mindenképpen. Kicsit közelebb járunk, aztán mindjárt beülünk, hogy nehogy meghalljak itt a milyen az energia hiányba. Jól van, köszönöm a figyelmet mindenképpen. Jövök vissza hamarosan, akkor újabb epizóddal, ez meg valamikor a hétvégén még ki fog kerülni, nem tudom pontosan mikor, de mindenképp kirakom ezt a videót nektek, hogy meglegyen a heti egy Space Engineers, mert azért az úgy illik, hogy az úgy meglegyen, úgyhogy ezt mindenképpen úgy akartam megcsinálni. Jól van, köszönöm még egyszer, hogy megnéztetek, ha tetszett, lájkoljátok, és jövök vissza hamarosan az űrből. Sziasztok! Meg a meteorok is.